Millás reggeliben mindenre van egy idézetünk. Ez megspórolja az eredeti gondolatokat. De nem mind arany, ami fényli. Lehet kedvező körülmények közt gyémánt is. Justin Timberlake, 40 éves, és ő mondta, minden eddigi kapcsolatomban elárasztottam szeretetemmel a lányokat. De ők ezt egyszerűen nem tudják kezelni. Justin, az a helyzet, hogy sok vagy. Egy kicsit. Tehát néha a kevesebb több. Néha a kevesebb több. Ennyit tudunk üzenni Justin Timberlake. Már meg 40 éves, hogy a jó ég ágyom. Aranyköpés hangzott el a Millás reggeliben. Ne feledd, tanulni ezüst, megjegyezni arany. Szívesen böngésznél a nemzetközi és hazai piacokon? Meglovagolnád a hullámokat? Akkor neked való a Hotspot piaci körkép az Erste befektetési ZRT szakértőivel. Gyors jelentések, gazdasági mutatók, események. Nálunk mindent megtalálsz szakértőink tolmácsolásában. Ha azonnali és releváns információra van szükséged, csatlakozz piaci hotspotunkhoz. Jelszó Profit nagy P-vel. Na, és azt fogjuk megnézni, hogy nem jó. Nem. Rossz szignált játszottunk le. Egész végig éreztem, hogy valami probléma van ezzel, de nem ez a szignál kellett volna, hogy menjen, hanem egy teljesen másik szignál kellett volna, hogy menjen. Az is. Játszunk le mindent, amit ott találsz. Annyira megszoktuk ezt, hogy ilyenkor ez a szignál megy, hogy rossz. Na figyelj, akkor most újra kezdjük. Van egy mágikus hang a parketten, amire minden színes öltönyös bróker feszülten figyel. Ha megszólal a csengő, jöhet a roham. Buy vagy sell, vétel vagy eladás. Persze minden attól függ, mi történik a csengő előtt. Before the bell. A Millás reggeli amerikai piaci rovata, hogy tudjuk, melyik gombra nyomjunk, még mielőtt a Wall Street kinyit. Részvényosztály, vigyázz, becsengettek. Na, akkor ez most. Ez már inkább passzol. Bodnár Martin van itt velünk, az Erste befektetési ZRT USA Desk üzletkötője. Szervusz, jó reggelt kívánunk! Sziasztok, üdvözlöm a kedves hallgatókat! Na, mire figyelünk még a csengő előtt? Nagyon izgalmas kereskedési héten vagyunk túl, ugye? Mert a legnagyobb esés produkálták az amerikai részvényindexek az előző héten, október óta. Úgyhogy kicsit ennek hátterébe próbálunk először kutakodni, mert azt láthattuk, hogy fórumokon tömörülő kisbefektetők ugye kinéznek egy-egy adott részvény, kisvállalati részvény, és ezt próbálják megvásárolni. Persze ezek olyan papírok, ahol óriási sortállománnyal rendelkező hedge fundok, úgymond befektetési alapok. Ez ugye azt jelenti, hogy ezek a befektetési alapok, ezek ugye a részvény esésére fókuszálnak, tehát hogy arra fogadnak, és ennek ellenére ugye szembe mennek az árral a kisbefektetők, és felhajtják a részvény árfolyamat. Elég érdekes jelenségnek bizonyul, és most jelent meg az úgymond szakmailag, úgy mondjuk, hogy short squeeze fogalma, ami azt jelenti, hogy kiszorítják a short állományt, tehát hogy ezek a kisbefektetők annyira sok vásárlási ordert adnak be, annyira sok részvényt vesznek, hogy kiszorítják a nagy hedge fundokat, ők zárni kényszerülnek a pozícióikat veszteséggel, és ugye ezt láthattuk egyébként az előző héten, hogy ennek ellenére meg az ő részvénypozícióikat, hogy balanszolják ezt a nagy mínusz, ezek a befektetési alapok, elkezdték eladni. Hiába voltak nagyon jók ezek a jelentések, eladták ennek ellenére is. És például tehát a részvényeket, olyan pozíciókat is, ahol nyerőbe voltak, ugye, hogy fedezzék az itt elszenvedett bukót. Pontosan, és csak a Microsoft volt egyedül, aki pozitívan zárta az előző hetet a nagy cégek közül. Mindenki más egyébként, AMD, Apple, tehát negatívan zárta a hetet ennek ellenére. Ez mennyire válhat széles körülé, vagy mennyire indíthat be szerinted egy nagyobb korrekciót, és mennyire ilyen egy-két napos probléma ez? Szerintem ennek nagyon mély gyökerei lesznek, tehát hogy itt igazából kicsit át kell gondolni majd a szabályozásokat, meg hogy egyébként hogy működik az egész piac, kire milyen szabályok vonatkoznak. Azért is, mert valószínűleg most a jövő héttől, tehát hogy ezen a héten is ez folytatódni fog az előző heti tendencia. Tehát, hogy itt a mostani jelentéseknél is érdemes lesz ugye ezt átgondolni, mert kicsit lecsúszik a fókusz a nagyvállalatok jelentéséről, és inkább átmennek erre a
GameStop, BlackBerry, AMC típusú ez a kisvállalató részvényre. Nokia, ugye, Bed Bath & Beyond, ami nem is olyan kicsi, ugye az egy elég, elég komoly alapberendezés járóház, és még annak is neki ugrottak. Igen, igen, csak ugye a piac kapitalizációjuk kicsi ezeknek a cégeknek, tehát úgymond könnyű meghajtani őket. Világos. Mit lehet ilyenkor tenni? Érdemes-e bármivel foglalkozni, vagy megvárni, amíg ezek a hullámok lecsorognak, laposodnak? Hát egy kicsit egyébként, akik ugye erre fókuszálnak, ez egy kicsit ilyen kaszinó jelenség, úgyhogy én azt ajánlanám, hogy inkább érdemes lenne fókuszálni a következő heti jelentésekre, ugye, ami most fog következni, mert ugye azért a komolyabb befektetőknek, akik hosszabb távra terveznek, nem biztos, hogy az a céljuk, hogy egy nap akár nyerjenek 100%-ot, vagy bukjanak 80-90%-ot, tehát hogy ezért ez elég kockázatos. Viszont jelentésekből meg lesz bőven ezen a héten, több mint 400 vállalat fog jelenteni most. Na, egy párat a nagyobbakból, amire érdemes fókuszálni, figyelni, amit esetleg többen is várhatnak, kik publikálják a számaikat. Az Amazon például kedden az Amazon jelentéssel kapcsolatban nagyon pozitívak az elemzői várakozások. Ugye az Amazon ő az elkereskedelmi óriás, aki keddi zárás után fog jelenteni. Itt egyébként 37%-os növekedést várnak az elemzők árbevételnél, negyedik évben alapon, itt a negyedik negyedévben, és ugye ezt már a Prime Day-en, az egy ilyen kiárusításos nap, amikor ugye már, hogy egyébként ott 50% ugrás volt a 2020-as és a 2019-es Prime Day között. A felhő alapú szolgáltatásaik növekedése is nagyon erős, mert itt meg kihasználják a saját infrastruktúrájukat, tehát, hogy igazából a költségeket lejjebb tudják nyomni, de folyamatosan nő ugye az árbevételük. Annyi egyébként itt a risk tényező, tehát a kockázati tényező az Amazonnál, hogy itt a COVID költségeiket lehet, hogy egy kicsit elszálltak, tehát hogy itt a jelentésnél erre lesz érdemes figyelni, de azt tudni kell, hogy itt az utolsó három hónapban ilyen 3200 körüli árral rendelkezett, ezt alulról felülről táncolta körbe az Amazon, viszont az elemzői célra az $3800 itt a hosszabb távon, tehát hogy azért látnak benne potenciált, mert persze oda kell figyelni egyébként itt a kockázatokra. A következő vállalat, még aki érdekes lehet, az az Alphabet, ugye a Google-nek az anyavállalata, itt pedig a YouTube feliratkozók száma lesz a kulcs. Tehát hogy sikerülnek, milyen számokat sikerül publikálni itt a YouTube feliratkozóknál. Itt is 17%-os növekedés várnak az eladásokban. Itt egyébként itt a YouTube, a felhő alapú szolgáltatások és az Android Play Store-nak a feliratkozói számot fogják befolyásolni, hogy egyébként hogy alakul az árbevétel. Mert ugye itt a reklámokból adódó második, harmadik, negyedéves hirdetések ugye csökkentek, mindenki azért kevesebbet hirdet jelenleg ezeken az elektronikus felületeken, a hotelek, utazási irodák kicsit visszafogták ezt a hirdetési büdzsét, ugye egyértelműen. Igen. Úgyhogy igen, tehát hogy ez itt eléggé fontos nézőpont lesz, és még azt se szabad elfelejteni, hogy az EU és a Google között trösztellenes perek indultak. Most két hónappal tolódnak ezek, de hogy ez ott lobog a Google feje felett, tehát hogy ez egy kockázati tényező. Végül még hoznám a Pfizert, ugye, aki mindenkit valamennyire érint mostanában, mert ő is most kedden, tehát a nagy ágyuk mind kedden fognak jelenteni. Itt viszont olyan nagy meglepetést nem várnak az elemzők a Pfizer-től. Itt a fő kérdés továbbra is az lesz, hogy mekkora bevételt fognak elérni a COVID elleni vakcináival, és azt már tudjuk, hogy a JP Morgan egészségügyi konferencián már mondták, hogy kicsit a költségek megszaladtak, alacsonyabb részvényként eredményt is várnak, tehát ilyen $3-3,1 közötti. Ez itt a kutatás és fejlesztési költségek növekedése miatt számolhatunk ilyen költségekkel, de hát ez ugye egyértelmű, hogy ugye folyamatosan fejleszteni kell, tehát hogy ez azért nem úgy működik, hogy megvan, kifejlesztik a vakcinát, és onnantól kezdve nem kell ráfordítani ugye ezekre a költségekre, meg ugye hát a negyedik negyedévben egyértelmű módon akkor voltak a nagy költségek. Ugye itt a vakcinás meg hát a kapacitásbővítés, ugye, amiért egy pillanatra le is kellett állniuk azért, hogy a termelést fel tudják futtatni, gondolom ott is azért megy a pénz rendesen. Igen, mert ugye folyamatosan érkeznek be a megrendelések, és ugye ennek meg kell felelni. Igen. Természetesen, és ugye ez eleinte azért költségekkel jár, tehát hogy azért itt a költségek el tudnak szaladni a Pfizernél, úgyhogy mindenféleképpen érdekes lesz figyelni. És hogy
Mindenféleképpen ajánlom a befektetők figyelmébe itt a keddi Pfizer jelentés. Hát ez kemény, kemény lesz az a keddi nap egymás után ezekkel a gyors jelentésekkel, plusz ugye azzal a volatilitással a tőzsdén, amit említettél. Köszönjük plusz, szépen! Plusz, amit korán reggel elmondtunk, makroadatok, eurozóna, infláció, meg a pénteki munkaerőpiaci adat lesz itt minden, úgyhogy fel kell kötni a gatyaszt erre a hétre is. Köszi szépen, Martin! Szívesen, sziasztok! Jó munkát, szép napot, szia! Bodnár Martinnal beszélgettünk. Igen, az Erste Befektetési ZRT USA Desk üzletkötőjével beszélgettünk. Minden attól függ, mi történik a csengő előtt. Before the Bell, a millás reggeli amerikai piaci rovata hangzott el. Közben szegény Justin Timberlake-et így nagyon rosszul állítottuk be. El is felejtettem megjegyezni, hogy a óriásit alakított egyébként az egyik kedvenc filmembe, az Alpha Dogba, ugye ez 2006-os film, 2007-ben mutatták be januárban a Sundance Film Fesztiválon. Nick Cassavetes írta, rendezte ezt a filmdrámát, ami ugye a 15 éves Nicholas Markovic elrablásának és megölésének valós történetét mondja el, és ebben többek között óriásit játszik Justin Timberlake. Nem állítottuk, miben rosszul, csak idősebbek révén ugye csajozós tanácsokat adtunk neki, hogy... Justin Timberlake, látod, mekkora sztárok vagyunk, hogy Justin Timberlake-nek adunk csajozós tanácsokat, kérem szépen. Úgyhogy igen. És még volt neki egy jó pár komoly szerepe, úgyhogy a filmvászon is megmutatta, hogy mennyire tehetséges. Különben egyébként producer is Justin Timberlake, úgyhogy sok mindennel foglalkozik. Zenét szerez is, nem csak éneket. Talán az már nem is akkora lába az ő karrierjének a maga az előadás, hanem inkább a háttérből. Na, azt mondja, hogy jön megint Schmidt Andi, elmondja a legfrissebb híreket, információkat, utána pedig mi folytatjuk a gazda rovatával. A drága fehér porról lesz szó, nem arról, hanem arról, hogy miért drágul annyira a liszt. És a Gabona Szövetség főtitkárával fogunk majd beszélgetni a liszt drágulásról. Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak.